Nagyon korán keltünk. Sziasztok! Sziasztok! Nekivágtunk a nagy útnak, reggel 3 óra 30-kor. Mit izgulsz? Igen, oda kell bemenned. Igen. Igen, megjött érted a szállítóautó, megjött érted, igen. Nézed a szállítót, aki szállít téged, ezt az autót nézed, hogy oda fogsz majd bemenni a boxoddal. Együtt szoktam egyedülni. Jaha, megy a boxod, Zeus, megy a boxod. Hajjaj, mi lesz? Hajjaj, mi lesz Zeuskával? Gyere, ott megy. Még itt vagyunk Magyarországon a lancsba, amit nagyon nehezen nyitottak ki. Igen, az olyan, hogy gép van, de utasok ne egyenek, de nem orogással kezdjük. Igen, hát nézzétek meg, gyakorlatilag alig van utas, tehát egy pár ember. Ja. Az a lényeg, hogy a kutyusnak legyen jó. Tehát én megmondom őszintén, biztos te is, de nem tudtam aludni. Egész éjjel, ugye éjjel, 3 óra előtt keltünk, 2:30-kor keltünk, tehát egész addig, azért nem tudtam aludni, mert azon gondolkodtam, hogy most hogy fogja érezni magát, az átvilágításnál mi lesz az átszállásnál. Tehát egész egyszerűen semmi másra nem forgott az agyom, csak a kutya körül. Igen, és nagyon-nagyon izgult, tegyem a szívét, tehát egyrészt meglátta a szállító srácot, akit ismer. Már valahol, itt a reptéren egy külön részem van. Igen, egyébként megnyugszik. Azt láttam, hogy amikor nem megyünk oda hozzá, mert ha becsertél, oda mentünk hozzá, és akkor buszi, nyugi, akkor egyből elkezd ideges lenni, de amikor nem lát bennünket, akkor megnyugszik. Úgyhogy jobb az, hogyha nem lát. Szorítunk, mert hogy neki ez az első útja, ilyen hosszú útja, hogy remélem. Volt már a másik kutyusra, már voltak problémáink, volt, amikor elvitték tévedésből Moszkvába, úgyhogy ezért nagyon izgulunk, és megmondom őszintén, az egész utat gyakorlatilag az izgalmunk fogja fémjelezni, mert neki ez az első útja. Már szeretnék Miami-ba lenni, amikor átvehetem a kutyust. Azért megyünk Miami-ba, messze tőlünk, és még egy 3,5 órás autózást vállal, mert csak így vették föl a kutyust, az Euskával. Igen, 3-szor csekkoltak át minket egy másik gépre. Erről inkább ne is beszéljük, mert akkor tényleg Tiborc panaszait előadhatnánk. Melyik Tiborc? Én a bankbára gondoltam, nem arra. Annak nincsenek panaszai szerintem. Kíváncsiak vagytok, hogy milyen kutyával utazni, akkor azt hadd mondjuk el, hogy kellenek egy útlevél, kellenek vizsgálatok. Miután Amerikába megyünk, ott kell egy külön szívféreg elleni gyógyszert szedni a kutyusnak időben, hogy ne legyen problémája. És tegnap meg is állta a doktorbácsi, hogy utazásra alkalmas-e, és alkalmasnak találta. Látni videót, ahogy a Zeus-t hozzák, vagy nem hozzák? Látom, hogy ezen, most éppenséggel semmi nem megy, mert már valószínűleg bement, úgyhogy igen, mert már engedik is le, úgyhogy érzésem szerint Zeus, én érzem, itt van alattunk. Ilyen sötét van, amikor felszálltunk Zeuskával. Mi itt vagyunk Frankfurtban, és reméljük, hogy a Zeus is, hogy ilyen beretten nézzük a pakoló részt, hogy hol fogják kiszedni a kutyus. Utazik. Frankfurtban már megérkezett, de már nem lehet majd. Frankfurtba kárőzünk most már, és úgy, hogy láttuk, hogy a Zeus-t levették, tehát a saját gépünkről már levették, tehát itt van. Eddig legalábbis már eljutott, ez tehát azért, most nem megy Moszkvába. Azért is volt nekünk ez nagyon fontos, mert sajnos a pandémia előtt, amikor utoljára mentünk ki, mert a pandémia alatt nem lehetett kivélni kutyust, amikor utoljára mentünk ki, akkor egy olyan malőr történt, hogy mi azt hittük, hogy a gépen van a kutyus, de Budapesten cseréltek egy gépet, egy kisebb gépet a Budapest-Frankfurti járatra, és annak a járat az ablak ajtaján, ahol viszik be, nem fér be a boxon, és ezért ott maradt. És mi ezt nem tudtuk, szépen utazgattunk ugyanúgy, kávézgattuk ez az ablak, sőt, hogy megérkeztünk Floridába, és utána, hogy lejöttek a bőröndök, utána nem jöttek le a kutyák. Mert nem tolta ki senki, ugye kiszokták oda szépen tolni, külön átadják. És aztán egy ember állt a hátunk mögött egy táblával a nevünkkel, akire addig nem koncentráltunk, egy hölgy, hogy között egy kutya kirándul.
kutyakirándul éppen Moszkvában van, tehát magyarul egy nappal később érkezett meg Miami-ba egy orosz chartergéppel, sok-sok orosszal. Német juhász orosz géppel. Igen. Ez az izgalom volt bennük, hogy nehogy megint így járjunk, bár az is csak egyszer jártunk itt, de az ember, mert benne van ez, hogy megismétlődjön véletlenül, és hogyha már itt van, ha már itt látjuk Frankfurtba, akkor nyugodtak vagyunk, mert akkor úgy érezzük, hogy most már végig fog érni velünk Floridáig. Most már nagy baj nem lehet. Nagyon izgulunk érte, mert ő először utazik. Az előző kutyusunk azért ő többször utazott velünk, ugye? A moszkvai kiránduló sem ő volt, hanem még a Sony. De azt láttuk, hogy ha nem lát minket, akkor nincs kinek panaszkodni, nem sír, úgyhogy reméljük, hogy jó dolga van végig, ugyanis ilyenkor őket egy külön helyre elviszik, az állatokat. Őt most itt nem fogják valószínűleg kivenni, viszont kis kedves üzenet van a dobozán, hogy itassák meg etessék meg egy icipicit, hogy egy picit lenyugodjon, hogy reméljük, hogy nem izgulja túl magát, mert azért izgulós típus. Igen. Na hát úgyhogy igazából most itt az átszállásnál, még korán reggel, még mindig csak 9 óra van, meg vagyok nyugodva, hogy hát valószínűleg csak azt lehet, hogy hibázni, hogy nem kerül át a másik gépre. Tehát ezt már csak Miami-ban tudjuk meg, de én azt gondolom, hogy ez nem fordulhat elő. Igen, viszont biztos meg fogjátok kérdezni, hogy hogyan és mennyiért utazik az EUSZ. Igazán van a tündének. 210.000 forint volt az ő jegye. Egy útra. Turistán utazik, mi bizniszen utazunk, és hát az a vicc, hogy a kutyusoknak nincs biznisz, meg első osztály, csak turista jegyük van. Egy helyen van. Összesen egy ilyen gépen 2-3 hely van kutyára. Gépmérettől függ, de maximum 2. Mert akkor ott a bőröndöktől elválaszol egy kis légkondicionált kis szobácska, helyecske van, és oda ennyi box fér be ilyen nagy testű kutyából. Úgyhogy ha ezek 2-3 jegy elfogy, akkor már nincs több hely. Tehát bizony. Nem olyan sokkal utaznak ilyen nagy testű kutyák. Tehát durván ez a 210 ezer forint, amit ugye neki kellett fizetni az ő jegyért, ez egy olyan régen a normál turista jegy ára volt. Tehát oda-vissza. Most azért ez csak oda. És ez csak oda, igen. Tehát úgyhogy... Nem baj, az a lényeg, hogy minden rendben lesz vele. Viszont ami meglepő volt számomra például, hogy ugye azt mondták, hogy nem kell már semmilyen Covid igazolvány, nem kell már maszk, nem kell semmi. Ehhez képest mindig az az első, hogy megkérdezik, hogy a oltási papírunk nálunk van-e. Úgyhogy még jó, hogy elhoztam, mert én erre nem számítottam. Hát, tehát ez most meglepő. Hál' Isten nagyon előrelátó, hogy mindig előre gondolkodik, és ennek hát egy csomó hasznát látjuk ilyenkor, mert senki nem mondta, hogy még mindig tegyük be ezt az oltási papírunkat, és hál' Isten ment van, és így. De egyébként mások, ez tőlünk érték, és előttünk levőtösök érték. De. Ez egy, igen? Igen, most itt a legutolsó, mert ugye több becsekken átmegyünk ilyenkor, ugye most kijöttünk a Schengeni zónából, ahol most ülünk, innen már csak tengeren túli gépek mennek, ez a lounge is azoknak van, akik mind, hát szerintem csak amerikai gépet láttam, és kérték. Úgyhogy ez érdekes. Egyébként ebben a lounge-ban, a frankfurti lounge-ban, hogyha már a lounge-okat is összehasonlítjuk, tehát ahol a biznisz és az első osztályok, hát esznek, isznak, pihennek, ez azért sokkal jobban ellátott, mint a budapesti. Elérkezett az ebéd ideje. Zárpi is neki fog az ebédjének. Igen. Mit teszel, édesem? Én például Black Angus carpaccio-t, ilyen marha, tehát Angus marha carpaccio-t eszek, szarvas gombával. De én nekem sajnos, hát megmondom őszintén, hogy hengerdit kell tenni, mint egy kisgyerekeknek, mert én a repülőn, de máshol is mindig leeszem magamat, hát ezzel tudok védekezni, ha így beteréken magam, akkor is még mellette van esély arra, hogy teszem magam, de hát talán. És mit iszol hozzá? Argentin vörösbolt Malbec. Egy Malbec-et. És az én kajám, hogy megmutatjuk azt is. Igen. De várjál, mert közben azért át kell állítom, le kell engednem a lábamat. Leengedem a lábamat, mert egy kicsit magasan van, és kiverem a fogamat a kajával. Még engedd le, nem? Jó, nem, ez így most már jó lesz, köszönöm szépen. Én... Szép a pesgőd, ahogy így megy fel. Ó, tényleg milyen gyönyörű. Én egy kis konfitált rákot eszem, molyószószal, zöld molyószószal,
hozzá egy kis narancssal. Közben filmet néztem, leállítottam a filmeket, de hogyha kíváncsiak vagytok a mozi választékra, gondoltam azt is megmutatom itt közben. Itt vannak a mozik, lehet élőben de nézni, élőben lehet nézni a meccseket. Tehát ami most majd délután, ugye a pénteken délután van. Igen, itt mutatja, hogy ki fog jönni, Horvátország. És ezt élőben nézheted a repülőt. Igen, visszamegyek a menübe. Itt meg tudom nektek mutatni, hogy a tévében voltunk. Itt vannak a filmek. Vannak tévék, van külön zene. Podcastet lehet hallgatni, lehet külön játszani. Mi itt pöffeszkedünk a bizniszen, különböző finnyenségeket eszünk, őszegén meg lenne egy ketrecbe. De hát ilyen az élet. Csak így lehet megoldani, ugye olyan nagy testű, ugye 8 kilóig lehet itt fönt kutyát szállítani. Most bőven elférne a lábunknál egyébként. Mondjuk az érdekes lenne, hogy mit csinálna az Zeus ilyenkor, amikor elkezdünk enni. Biztos itt kunyizna és itt Földöntelen, ha mindenkit van. Ezt nem lehet, ezt nem is engedik. De azért az én szívem az összeszorul, hogy ott segünk, ez a 11 órát ott csak benne a ketrecbe, és mi meg itt ilyen pöffeszkedőse leszünk. Drámai küzdelem. Ezt egy-egy kiegyenlítettek a horvátok. Ez hihetetlen. Mindegy, a közben azért kajálok is. Üdvérke nem tud semmit erről, hogy a horvátok kiegyenlítettek, mert egy filmet néz, és arra koncentrál. De hát majd elmesélem neki. Nézd, hogy szórja a fény. Csodaszép. Mit teszik a cicos? Én egy kis lazacot fogok enni. A citromos mártás, a bulgur, meg minden. És Árpika mit teszik? Én libát teszek, liba-liba. A liba-liba. Azt mondják erről, hogy ez egy tradicionális német liba. De gyakorlatilag várjál. Liba mellesz. Sprechen Sie Deutsch? Bitte Liebe. Bitte Liba. Sprechen Sie Deutsch? Gusz. Gusz. Azt németül mi a liba? Nem tudom. És mi van hozzá? Tehát valószínűleg ez mi lett? Ez nem tudom, hogy ez mi. Krumplinudli, igen. Krumplinudli, káposzta. Lila káposztával és barna mártással. Hát mi más lenne, hogyha német? Egyébként nagyon ízletes a mártás. Figyom? Nagyon ízletes. Megkóstoljuk a libát, és a liba egy kicsit ilyen keménynek tűnik. Alig tudom elvárni. Maga ez a mártás az nekem ízlik. Meg vagy elégedve az ellátással? Én megkóstolom a káposztát is. Jó a káposzta. De fényben hihetetlen érdekes vagy. Érdekes vagyok fényben, mert sötétben szoktál meg? Húzd föl jobban. Mit húzzak föl jobban? Még erősebb fényben. Tessék, csodásak a felhők odakint egyébként. Ez meg a fény az egész. Fény az arcodon szerintem nagyon szép. Van fény az arcodon. Hello, sziasztok. De nézzétek, milyen csodásak a felhők. Meg a pezsgőben is szép a fény. Csodaszép. Gömbbe, igen, ahogy a kis buborékok futnak föl. Én nem sok libát ettem életemben. Nem? Sok libát elfogyasztottál? Én pedig úgy éreztem, hogy eddig sok libát elfogyasztottál, akkor rosszul érzem? Hát ilyen, itt a szájon át kevesebb libát fogyasztottam el. Igen? És milyen a libád? Tradicionális nem, német liba? Nekem a barna mártás az üzdik. A káposzta is üzdik. Maga a liba nem. A kacsa jobb ízű. A liba egy kicsit ilyen, semmilyen ízű. Nem tudom, ti biztos jobban tudjátok, a kacsa sokkal finomabb. Pedig meg vagyok róla győződve, hogy azért az RP nagyon nagy liba pásztor volt azért korábban, akárhogy is veszük. Elég sok libuskával és pipihusival elbánt. Én a pipihusit jobban szeretem. Pipihusit? És itt a desszert. Megérkezett a desszert, igen. Nekem van egy kis sütikém, egy kis különböző fogyos gyümölcsökkel. Árpi pedig csak egy sajtra mehet benevezni. Ez hát laktózérzékenytől azt mondom, hogy ez egy nagy magány. Most abból keveset eszek. Így van. De mi itt? Mi itt szépen el vagyunk. Az Zeus meg lesz. De remélem, hogy az Zeus is szundizik szépen csendesen. Zeus szerintem folyamatosan szundizik. Ebbe a hangba jól el van, és én azt gondolom, hogy szépen szundizik, de nagyon várom már, hogy találkozzunk, mert
mindjárt ott leszünk. Hollandok és az argentinok következnek, de mi ezt már nem látjuk itt, közben leszállunk. Az izgalmak pillanatai, hogy vajon megérkezik-e, vagy esetleg csak Moszkván keresztül, vagy nem, most, vagy most Ausztrálián keresztül. Van már sinem vagyok, srácok. Nálatok már évfél is elmúlt. Már rég vége van mi volt ez most utoljára? Az argentin Hollandnak 2-1. Volt a 89. percben, amikor még néztem a repülőtéren. Ha csak nem véletlenül egy pár perc alatt valaki valamit csinált a hollandoknak, akkor az argentinek jutottak tovább. Még Zeusszal tovább jutottunk és tündérkével. Igen. A box nem fért be a kocsiba, úgyhogy el kellett fektetni. Nagyon kicsi helye van Zeusnak. Tehát nem sokára megállunk az Everglades elején, és akkor majd ott iszunk egy kicsit, szerintem ő is baromi szomjas. És hogyha az a kérdés, hogy miért Miami-ba érkeztünk, nos, hát akkor ezt a kalandunkat is elmondjuk. Tehát az a gép, amivel most jöttünk, azt szerintem a negyedik vagy az ötödik variáció. És Zeus miatt kellett átteni. Tehát mindennek igen. A Zeus az oka, mert hogy előtte a tünde Orlandóban, Tampában is foglalt, és azok nem vállalták a kutyát. Hát nem, pontosabban a Lufthansa áttett minket egy másik gépre, amiről kiderült, hogy fapados kutyát nem szállítanak, tehát az Zeus miatt igen, kellett Miami-ba jönnünk. A szállítás ez egy iszonyatosan komoly probléma, ugyanis alig van légitársaság, aki hajlandó ekkora állatot vinni. Dugó van, úgyhogy azért hát igen, most inkább figyeljünk. Itt Miami-ba csúcs van. A csúcs. Azt azért látni kellett volna, hogy toltuk a kutyát, meg a sok bőröndöt, igen. Tehát ezt kicsit túlvállaltuk magunkat, az én Zeus, azt gondolom. És Zeus ugrált, és ugye leesett a... Hát arról a tolóról. Igen. Mert annyira ideges lett, hogy meglátott bennünket. Tünde beszaladt egy kis italérést, nézzétek meg, hogy várja ott a kis fekete fejével. Ott jön a mami, nézd meg, ott jön, hozza az innivalókat, jaj de jó. És akkor iszunk, és pisilünk, jön a mami, mindjárt jó lesz, hiszen mindjárt kiveszlek, azonnal. Innen megyünk tovább hazafelé, viszont nem jöttünk el úgy, hogy ne hagyjunk nektek otthon valamit, úgyhogy akik most ez alatt a film alatt kommentelnek, azok között 5-5 darab könyvet szeretnénk kisorsolni, 5-5 Árpitól, 5-5 tőlem, dedikálva otthon hagytuk, csak annyit írjatok kommentbe, hogy Tünde könyve, vagy Árpi könyve? Egy polgársorsa, vagy terítéken polgár Tünde? Zeuszka, hogy tetszik itt? Gyere, mesélj, hogy tetszik itt? Gyere, menjünk inkább a fűbe, jó? Mesélj, hogy tetszik. Tetszik ez itt? Gyere. Ilyen a nap lement az Everglades-be, már ott közben megy lefelé a nap. Ez volt a mai kalandunk. Még nekünk legalább egy 2,5 óra, amíg hazaérünk. Igen. Sötétbe fogunk hazaérni. Elköszönünk tőletek. Viszont. Szerdán. Tehát gyakorlatilag vasárnap, hétfő, kedd, 3 nap múlva. Szerdán este 8-kor magyar idő szerint. Még mi se tudjuk, hogy mi vár bennünket, de akkor megmutatunk nektek mindent. Tehát szerdán este 8 órakor legyetek ott és élőzünk együtt így hárman. Zeus is ott lesz. Tünde és én. És ne felejtsetek el kommentelni azért, hogy tudjatok a könyveinkből egyet-egyet nyerni, mert nagyon jól tudjuk, hogy nem mindenki engedheti meg magának. Azt szeretnénk kérni, hogy azok kommenteljenek, és azok kérjenek könyvet, akik tényleg nem tehetik meg. 5-5 darabot kisorsolunk, hogy egy kis karácsonyi jókedvet tudjunk pár embernek Zeus vinni. Zeus közös étáltat engem is húsz. Úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy Árpi könyvét szeretnéd, vagy a Tünde könyvét szeretnéd, jó, és azok között fogunk sorsolni. Mindent megtaláltok majd itt a leírásban. Megyünk, betesszük Zeust az autóba, megyünk tovább. Jobb körülmények között szerdán találkozunk. 8 órakor. A ti időtök szerint 8 órakor. Puszi! Sziasztok! Zeus is köszön? Nem, Zeus már be akar szállni. Nem akar szállni, de én kalandozni akar, meg akarja ismerni a helyet. Igazítom. És nézzétek, már ott megy le a nap.